Ez a kevés-kevés nagyon pojácákkal is tele van, persze, de ez előbb-utóbb leválasztódik ám a, a, a tré. Tehát ez egy olyan hitelen, hitelt igénylő szakma, zené stílus, ami saját magát lerázza. Lerázza magáról a retket, a mocskot. Sziasztok, Árpi vagyok, ez itt a Rep.hu TV, mai vendégem, nem nagyon kell bemutatni, de azért mégis megteszem, Kicsi Tyson, EK Tyson, EK Váradi József, ki hogy ismeri, szia, üdv nálunk. Sikerült ide találni, minden fasza Nagyon Á, nagy, mert a másik rányba, aztán vissza, itt vagyok. <gül> <gül> ez a kurva GPS. <gül> <gül> igen, 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 megvagytok, megvagytok. Na, örülök, hogy látlak, egyébként nem először um, van nálunk uh, Tyson, Mesélj, a legutóbbi interjúhoz képes milyen változások vannak, mik történtek veled, milyen pozitív dolgokról lehet beszámolni? Hát nagyon sok minden történt. Szóval aláírtam a könyv könyvszerződésem, az nem pici dolog. Elég meleg lesz az a könyv, az is egy ilyen nagy munkát igénylő feladat. Választhattam volna könnyebbet is, de megint belenyúltam. Nagyon jó a téma. És, Mi a téma? Uh, a Magyar Nemzeti Múzeum legelső portásáról fog írni egy regényt. Olyan csodálatos élete volt, meg van dolgok történtek vele, hogy hihetetlen. mert ő az egész csibész srácokat ismerte annak idején, ugye, akik ott rangáltak, de ugyanúgy beszélgetett a Liszt Ferenc vele az Erkel Ferenc, Écsényi, tehát egy nagyon komoly ilyen színes életű bácsit találtam, akiről még nem történt ilyen, ilyen alkotás, nem csináltak róla semmit. Akkor ezt nagy érdeklődéssel várjuk, úgyhogy akkor csekkoljátok és kövessétek. Üm, ugye legutóbb interjúban egyébként beszéltünk, de nem akarok spoilerezni, hogy nyilván aki mindenki akarja, akkor az házi feladatban meg tudja nézni. Ugye ott arról beszéltünk, hogy várható-e tőled egy visszatérés, illetve hogy vannak ilyen jellegű tervek, ez a projekt rész hogy áll? Van-e album, vannak dalok, mikor jönnek, mennyi van kész, és a többi, és a többi. Hát vettem fel egy párat, igen, úgy elszabadult bennem valami megint, és egy jó pár szöveget össze is raktam olyat, ami, ami úgy azt érzem, hogy úgy ráírhatom a nevem, meg szívesen előadom, meg, meg ilyen megpróbáltam a trendnek is megfelelni, de annyira az nekem nem tetszett, úgyhogy ezeket letöröltem a francba. És maradtam ennél, ne, maradtam ennél az old school vonal, de persze úgy, hogy, hogy modernebben, meg készülök Hát azt szerintem mondhatom, a, a, a Burai Krisztián óra pár dolgot el fogunk követni, jó nagy csávú. És euh, meg, meg azt még van egy távlati, amit meg még azért nem akarok lelőni, mert még nincs kész. De úgy elkezdtem onnantól, az már él. Ez, ez egy ilyen prikés, hogy nem mondom addig, hogy ezt megfogcsolom, még nem írtam egy sort. hiába <laughs> <ilyen gül> vagyunk, meg állapodó, meg akármi. Tehát az az még távlati, de persze jövök. Meg hát tudom, túl várta, hogy, hogy kimúljon a vírus, vagy most el... Jobb, mint a mi múlnánk ki. Hát igen, de most mindegy. A lényeg, hogy rend legyen, és kicsit elkezdjenek élni az emberek. Hát az első két hétben is talált pár ö, ajánlat, hogy ezeket így elkezdtem így most fölépítgetni. Úgyhogy lesz jövőm. Azt látom. ez mindenek azt örömmel halljuk. Ez most egy teljesen más zenétől független kérdés, hogy nem tudom, hogy számodra azért a sport vagy sportnak bizonyos ágai azért meghatározó móddal bírnak, de mondjuk nem tudom például így most ugye tekintve, hogy itt minden szabadságban foci lázban ég Budapest, mennyire követed így a focit, vagy ha, akkor drukkolsz a magyaroknak? Én rukkolok, persze. Én, egy, én mindig a végét nézem meg. Tehát így a, az utolsó kettőt. Amikor tól már, mindenki meg van örülve, és akkor mindenki készül, na akkor, akkor leülök és megnézem, mert annyira meg nem. Tehát kis kölyökkoromban, koromban rengeteget fociztam. Annak idején én szerintem még a majka is ott volt ózzal, amikor focizgattuk ott magunkat gyerekkorunkban. Múzonkertben is rengeteget aztánkem ez megállt. Tehát én az, én, én az ilyen tengus gyerek voltam, tudod, hogy tengosztunk kell sohangálni. Ja, az, az. A gyerek voltam. Fociszt, Igen? Persze, be, beraktak a kapuba. Tehát azt, azt nagyon bágtam a védőnek, nagyon jó, a kapusnak jó voltam. De például, amikor mondták, hogy lesen van, amikor nem vágtam, hogy miről beszélnek, tehát ezeket nem tudtam. De, de persze, akiket kineveltek az ilyen nagyobb sztárokat, azokat, így, azokat így ismerem. Meg, meg bírom azt, ami körülötte van, Tudod, hogy megmozgatja az embereket. De ez, a, ez olyan, hogy focipálya, vagy ez a két papucs ez kapó verzió? Hát ott az volt, ott két ilyen téglát tettünk le, ott nem volt ilyen. Nagy nagyon jó És azok voltak a jó meccsek, komolyan azok jók voltak. voltál a fekete pár kapuban. <laughs> én, én voltam ott, meg mi sokat tengúztunk ez a láttal, szóval szerződben ez jött be nagyon, nem tudom, nem kell trongálni. Meg valami lehetett lenyúzni, kanyolónak, kellett lenni azt a konyárt, csak meg volt hozzá. Az -e? Azt én vittem az egészet. <gül> <gül> Jó. Um, sok minden témát érintettünk legutóbb, és úgyhogy ezekből is részben uh, táplálkoznék tovább. Um, vagy a kapcsolatban külföldi vonalra, külföldi producerrel, külföldi projektekkel, erről mit lehet tudni, vagy, vagy hazaim belül esetleg kikkel, de ezt szétbontom, hogy kezdjük külföldre. Hát van kettő is, ez teljesen más típusú zene egyébként, azok ilyen filmbetét dolgok, ahova itt dolgozunk. Van egy ilyen Grammy díjjal kitüntetett zenész társam, ő csinált a mondatoknak a zenéjét annak idején. Azóta kapott egy Grammy díjat kint külföldön. dik az kimaradt, és azóta így járja a világot. Tehát így ő, ő, ő vele ő, vannak tervek, meg van egy német vonalam, az, az, nagyon meleg. ez <laughs> <laughs> nagyon meleg. Hát az, na, ez az, amit még annyira nem akarok uh, feldörzsölni, de egyébként pont az ilyen élvonalba tartozó szegmens, meg ilyen előadóknak rak össze dolgokat. Bódigoszti. Nem, nem. az elég, elég jó vonal. És törökök, tehát egyébként ők. Velük tervezek, Itthon pedig itthon, itt most első az, hogy a Budai valamit csinálunk, nagyon megtetszettek a zenék, meg, meg hogy mekkora forma lett a csávó, hát nagyon nagy, és uh, tervezem, tehát sok, sok minden van, egyszerűen rám szakadt minden, ezt próbálom én is így beosztani magam, meg a dolgaimat, meg, meg, meg akiket így producerek azért még, van egy nagyon nagy forma csávó, úgy hívják Violin P, az egy agyforma. <laughs> Jó, nem, nem, hallottatok róla, hogy a hegedűs, hegedűs a vezetékneve azért, ő egy 40 éve. A hegedűs Péter. Éve, igen, egyébként, és 40-es évei taposó úriember, aki reppel is adta fejét, egyébként pedagógus, <laughs> nagyon nagy csávó, vele vannak terveim, meg van, vannak még dolgok, amiket meg még azért nem akarom mondom, mert én nem kezdtem úgy bele, és hát az ilyen most a terveket, meg még minek, ami, ami, már, ezek biztosak, amiket így elmondtam, ezeket fogom megcsinálni. Könyvel az ott, hogy olyan jobban fogyott, mikor van a következő könyv Hát ezek, amiket írtam, ezek így nagyon... Nekem azt mondta, én külön kellett, hogy válaszom ugye a hiphopot, meg az irodalmat. Tehát eljött az a pont az életemben, amikor már, már hogy nagyobb nevet csináltál az irodalomba, az első regény után, mint tíz év alatt a hiphopba. Most ez így. De ez meg már, már sikerült. És pont egy hiphop könyvvel egyébként. A második az meg egy ilyen nagy, nagy szép alkotás lett, azt így elkaptam nagyon. A harmadik meg egy ilyen gyilkos, tehát az, egy, az a, a roma holokauszról arról meg nem írt senki. És ezek ilyen veszelelek, tehát így, így elvittek mindent, nem nagyon van már, csak megrendelni tudod. Mondjuk most már így, így, a vírus után látom, hogy azért ö, ö, vannak már a boltokban megint, de az biztos, hogy minden siker sikerkönyv lett. Itt igazából most meg azt nem tudjuk eldönteni, hogy most akkor írsz, vagy reptelsz, most akkor mit csinálsz. De sok, sok mindenbe belevágtam, ez a negyedik, ezt pedig ma jövő évre kell leadnom a kéziratot egyébként, Itt egy évvel lerövidítettem, hogy ilyen milyen ügyes leszek, de már nagyon megbántam, mert, mert nagyon sok a kutató munka, meg nem akárkikkel kell, például holnap, akivel találkozom, ő sem akárki, egy nagyon komoly történész, akikkel így ellenőrizik ezeket az adatokat, tehát mindent visszaellenőrzök, vagy elevevel velük dolgozom ki, és érdekes lesz ez a, ez a munka, tele van mindenféle komoly történelmi családnevekkel, akikkel ezt le kell azért játszani ezt a meccset. Ja, mindenképpen jó egészséget és sok sikert kívánunk a, a, könyvhez. Pedig mindenki mindent megtett, amit lehet. Érted? Kezdesz megöljönni. Nem is akarsz már semminek örülni. Mondni lett veled, amíg sorba álltál. Addig legalább szépeket támodtál, nem? Jó gyerek, az álmodat sem kergeted, belehalnád. Not... Tehát én most amúgy is szeretnék a zenében mozogni, tehát nagyon szívesen azokkal is, akiket átküldtetek. Tehát ez a versenyen, akik részt vettek apám, hát az, az egy világi történet volt. Egyébként ezt, hoz, ezt, szerettem volna elmondani, hogy amikor megkerestetek ezzel, elve köszönöm szépen, azt mondjuk, hogy elvállaltad. Hát nagyon nagy megtiszteltetés, és nagy öröm, mert uh, amit hallottam, nem is tudom hány uh, versenyző volt, hát szemem számmel hát, nagyon nehéz volt választani. Uh, néztem ugye azt a, a trendet, hogy, hogy a, ott mit kell, néztem az orszkó hogy ott mit kell, hogy mi a szövegképe, mi a ritmikája, mi a flója, mi a dallama, milyen alapra teszi rá, milyen világot hoz, mit érzek utána. És uh, Hát én annyira örültem hallott, komolyan mondom, hogy, 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 jelen van, az jön vissza az old school, Ha hallott az Gretsch nem is tudom kinél, de szeretlek. Akkor az a másik ö, ö, kis csáv, aki kínáltott egy ilyen vidék utcába, és bevált az egészet, és olyat hogy a sírás, vagy az, rabbi, mert már neveket nem tudom, ne arra gudjatok de meg volt az a szemüveges vékony gyerek, ki nem néztem volna semmit, hogy szétvágott mindent. Óriási csávok voltak. Nehéz volt dönteni, úgyhogy tényleg azt néztem, hogy mi a szöveg, meg mi a flow, és jókat, szerintem jókat írtam be. A másiknak az, hogy a Csajoknak külön szekció volt, le a repontú, és a Csajok előtt is, mert egy semmiket mondanak, meg hogy hogy. Tehát, hogy látjátok, ez az, amikor, amikor így érik a flow. Tehát az évtizedek kellenek, hogy, hogy, a fiatalok itt nőjenek együtt, a, fejlődjenek a kultúrával, mert ez ugye ez egy kultúra, és csak rajtunk múlik, hogy ez milyen értékes kultúra lesz, hogy hány vagy dal csinálunk, vagy hány éles embert hozunk a helyzetbe. Én azt mondom, hogy az éles embereket kellene most már helyzetbe a már tényleg már fulladozunk benne. Abból most már elég megvan mindenkinek, a YouTube pénzen lehet arrébálni, kellene csinálni, ö, éles dolgokat. A másé nem, csak azért, hogy legyen mert eleve jó visszaemlékezni a régi dolgokra, de nem kell ebbe elmerülni, de, de azon a vonalon szerintem azért nagy fankokat lehet oda tenni, úgyhogy ebbe meg pont ez a vonal volt a legnagyobb a dop meg én, ezek, ez, ez, ezeket mi szépen elvittük, meg ezért volt egy pár az, de ezek már beöregedett türek csávok lettek, nem most mit akarunk? De emberek lettek. Most hallottam a hírt, hogy az Ogrigy is abba bajta, Hát ezt sajnálva, sajnálkozva hallottam. Jelenség. Igen, nagyon nagy forma csávó, de megértem. Tehát egyébként, hogy, hogy befejezte teljes, száz százalékban megértem azt a dolgot. Ö, ö, szerintem drukkoljunk nekkor legyen még az egy búcsú koncertje, már biztos, hogy ott oda fog vágni, meg szerintem arra elzsalok én is megnézem. <laughs> arra komisen. Ez egy nagy forma lesz. Meg tehát így, ez, ez, tehát így most azért beszélek róluk is, meg a fiatalokról is, mert van érdekes, hogy, hogy nem hogy elhal egy, egy stílus, hanem hogy hogy kell életre, hogy termel az újabb arcokat, előadókat, az új stilleket, vagy az új, újabb egyek hogy születnek meg. Ez rajtatok keresztül nyilvánul. Meg ti találjátok ki, ti érzitek ezt, ti toljátok rá. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt hallhattam, meg hogy, hogy egyáltalán eszetekbe jutottam, és hogy válogathattam ilyen tehetségek közül. Bármelyikőtök kötök fitet akar, emberkénél itt a számom elérhetőségem. Gyertek, nagyon nagy világ, nagyon fajnak a fiatalok. Olyan mondom. Akkor elég elégedett vagy a szinten. nagyon, nagyon. Tényleg. Igyekeztünk azért, tettünk bele jó pár munkaórát. Hát az meg látszik is benne egyébként, hogy akiket válog. Nem tudom, hogy volt a a szeleti... szakmai zsűri mm. és kiadó emberek, Aha. részben mi is, de milyen nagyon háttérvéleményezés, hogy nem így döntsünk róla, mert, mert mi az objektivitásunkat mindenképpen szeretnénk megőrizni, de, de tényleg egy komoly zenei tapasztalattal lévő szakmai zsűri, mm. és akkor utána a legvégén pedig mindig a közönség mm. és a zsűri együtt dönt. Tehát te, mm. ti, a zsűri tagokkal együtt, illetőleg a közönség, és akkor mm. így összesítve jut tovább menni. Szóval ilyen igazságos rendszerben toljuk. És ezáltal igyekszünk egyébként biztosítani pont az objektivitást, illetőleg az hogy tényleg azok a tehetségek juthassanak tovább, akik, akiket valóban akar a nép, nép hogyha így nevezzük. Há. Úgyhogy igen, de ez nyilván sok munkaórába telik, amit ti nem tudtok, de mi rendesen dolgozunk vele, meg szívünk. De ez látszódik, tehát ez látszik, meg érződik az egésznek. a listán is, hogy mit mik. mik szerepelnek rajta, hogy mik azok, amiket ti, meg a szag, meg, meg így eleve így jónak kitértetek, hogy elsőbe így mert meg azokból válogatni, mondom, hogy nagy élmény. Voltak persze kis izé, volt egy fiatal, nagyon fiatal, az, hát abból majd lesz valami, tehát az, az nagyon éreztem, hogy az mondaná. Ő, rajta vacilláltam sokat, hogy, mi legyen, hogy, hogy mi legyen, hogy legyen, és az az egy napos agyalás volt, az tudom. Bon, az komoly. Nem Na, nem ennyire nem volt nehéz a döntés. Tehát tényleg nehéz volt. Tehát nem, nem a gagyiból kellett vágott, hanem jóból is, az azért nehéz. Ennyi. Um, mi a, hogy viszonyulsz ahhoz, hogyha mondjuk nyilván azért, te azért sok mindent láttál így az életed folyamán, azért egy pár dolgot átéltél? Ha valaki azt állítja magára, hogy ő az eredeti gengszter, meg a vagány, azok az így, uh, hogy állsz, vagy mennyire tartod helyesnek ezt a kijelentést? Nagyon. <laughs> Nagyon. Az figyeljetek. Itt én nem vonom ezt kétségbe. Tehát azért megadom a tiszteletet mindenkinek, meg respektálok minden. De egészen máshogy zajlik ez, ugye, a USA-ban mondjuk, vagy akár csak Németországban, meg máshogy itt. Tehát, Más, ha valaki gengszernek érzi magát, az, az, szerintem nem fog nyilvánosság elől. Egy igazi gengszter az nem fog nyilvánosság elé lépni, és akkor úgy csinál dolgok. Aki meg reppel, az meg ugye bevállalja a nyilvánosságot, az nem. Nálam volt egy ilyen, ilyen határ eset ö, egyébként, hogy ugye csibészkedtem régebben, és akkor elindult a, ez a hiphop, hogy kezdtek úgy megismerni, tudod és akkor már nem tudtál csibészkedni. A zenéből meg még nem volt úgy, és akkor így álltál, hogy most akkor mi van. Tehát mindig van egy ilyen határ, ahol döntened kell, hogy mit csinálsz, és egy igazi gangster szerintem nem fogja a, a azt, amit csinál. Tehát ez hülyeség. Azok, akik már átéltek dolgokat, és utána adják a fejüket az a muzsikálásra, az lehet egy hiteles dolog, mert az viszont a megélt dolgokból táplálkozó szöveg, ami jön, vagy zene, de azok a dalok, azokban van tartalom, meg abból, abból te is kiérzed, meg én is, hogy hú, ebbe a csávóba valami nagyon összetört, valami nagyobb stufolta, és akkor azt adja ki. Mert egyébként ezek, tehát az alkotás, az a lélek útja, az, az, egy ilyen ember, az ezerszer összetörte már sors. Azért kemény, mert mindig az a kemény csáv, aki, ha nem le, len van, föláll. És az ötször nem akkor a hatszor is föláll. Tehát nincs olyan, hogy megadod magad. Ezek az emberek, akik ilyeneket állítanak magukról, ezzel kell, hogy szembesüljenek életük során. Amennyiben mégsem, akkor trógerok. Ennyi. Tehát ez egy pacek, ilyen Wikipédia összefoglaló meg volt. Ennyi. Igen, szerintem te is tudod, hogy miről beszélsz, meg, meg, mi is átértünk pár dolgot, hogy ez, ez nagyon jó. Így, mint te azért régi és tapasztalt motoros, azért gondolom, azért követted egyébként az aktuális trendeket. Az első kérdésem az lenne, hogy mi a véleményed aktuálisan, akik a trendben most mozorognak, mennyire követted, illetve mit gondolsz róluk minőségben. Mennyire plastik, mennyire rél, mennyire gagyi, mennyire jó, mennyire nem jó. Plastik és gagyi, és nagyon kevés a rél. A plastikra és gagyikra azért nem mondok neveket, senkit nem akarok megsérteni, tisztelem a munkát, csak nem tudom értékelni művész szinten, nem látom benne azt. A reel viszont akad egy-kettő, aki, aki viszont bum. Ha itt a Tessier formáció, ott minden egyes tag, az nagyon éles. De egyébként pont, a, a, ha már a reel beszélünk, kevés, azt mondom, hogy kevés, azért van olyan, akire fölkapom a fejem. Egyedül a hibrid volt Magyarországon, olyan dalszövegíró meg előadó, akire aki, aki tényleg úgy meg tudott fogni. Tehát ugye egyszerűen azt éreztem, hogy egyszer kétszer meg is ríkatott meg, mondom úgy, hogy nagyon nagy vakerokat küldött át. Volt egy idő, amikor így átküldte nekem, tól, hogy mit mennek ki. És lehet, hogy én voltam az utolsó, tehát ezt nem tudom, de kétszer nagyon betalált a csávó, mert pont olyan élethelyzetemben küldte át abban a pillanatban valahogy, nem tudom, ég akart, hogy hogy, hogy ne induljak el valahova valamit csinálni. Pont meghallgattam azt a dalt, hogy le is ültem, meg is köszöntem neki. Másik meg egy ilyen nagy tragédiában voltam, és akkor is áttört valamit, az meg is segített kártelenülni. Uh -huh. Úgyhogy ő az egyetlen olyan dalszövegíró, aki négy meg tudod fogni, meg most a fiatalok között ez a szemüveges, ez az ő, nem tudom a Hát az kegyetlen, hogy az mit rendezett. Kevés, kevés a ríl, nagyon pojácákkal is tele van, persze, de, de ez előbb-utóbb leválasztódik ám a, a, a tré. Tehát ez egy olyan hitelt igénylő szakma, zené stílus, ami saját magát lerázza. Lerázza magáról a retket, a mocskot. Tehát ez nem kell egyesülni, mint a taxisofőr a film, hogy elvigye a macskot, ez magától lepereg. Az nagy felelősségünk van, alkotóknak, meg íróknak, vagy előadóknak, hogy mit adunk a közönségnek a fülébe, mit tömködünk bele. Mert az, igen, mert az érzelmeket szül, az érzelmek, gondolatok, azok pedig később tetteket. És, ezzel mi befolyásoljuk a, a tudatukat ezeknek az embereknek, a fiataloknak, hogy mivel töltjük tele a YouTube csatornánkat, akár minden héten vagy havi szinten. Az ugye érződik, hogy aki minden héten jelen van, két az mire hajt, az igaziból az a mennyiségre, nem a minőségre. Azt is tisztelni kell, abba is meló van, de az, aki maradandót akar, meg nagy, nagy dolgokat csinálni, az nem fog kapkodni, meg nem fog minden héten jelen lenni, meg vannak azok, akik úgy gondolkodnak, mint a Cserháti Zsuzsa, nem tudok jobbat mondani, hogy egyszerűen nem hajlandó arra, hogy beálljon egy olyan közegbe versenyezni, ami nem méltó hozzá, vagy nem tartja méltónak magához az, hogy mit tudom én ilyen plastik izék között elkezdjen egy nagy cápot tuszkálni, érted, nem fog hanem akkor kicsikét arrébb, keres más vizeket, amikor kell, akkor bú, vissza, minden. Tehát így ezt, én most ebben a stádiumban vagyok, <laughs> mondom nektek úgy, ahogy van. Na, szóval ki az, aki a tengeren motivációs, kvázi előjáróként, vagy, vagy inspirációval hatott rád? vagy valamiféle pluszt adott, ami miatt mondjuk használsz belőle vagy filozófiát, vagy valamit mintáztál, vagy bármi, ami megfogad kintről, sorolhatsz nyugodtan, hogy kicsit tanítsuk a fiatalságot. Hát kezditek a Grand Master Ferjo me Melmel, tehát az, az mai napig, az nagyon beteg. Ott nagyon, nagyon komoly a flow, az egy ilyen fizikális tudás is egyben. Bele is írt a, a Step ba tehát van ott középen egy kis mondóka, az, ha megtanulod, akkor az, az erősíti a tudót. Én azon nőttem föl, tehát a, a, a azt az embert hallgattam mindig. Aztán volt a az old school közül a Rakim, akit nagyon bírtam, a Cool annak is egy nagy flója volt. Én szerettem a Randy meg a többi, de, de, de elsősorban a Melmel, a Rakim, Cool azt mondtam az újabbak közül, a Tupac, hát ez egyértelmű volt, az, az nagyon nagyot csavart rajtam az az ember. Tehát az így, pff, így kitekert, így visszösszerakott, lerombolt, fölépített, erősített, megölt ezt mindezt egy kazettán belül, tehát akkor én kazettát vettem gyerekek, nem tudom. Meg volt olyan. Volt olyan és bement, de voltak lemezboltok bement, és akkor külön volt a rep, és akkor pont a gémnél vettem azt hiszem, hogy ő is ott volt, és hogy várta a témát, körrakta, az inside e a west de volt valaki, hogy tudtad, hogy bemész, ott megvan minden. Akkor megvettem ezt, hazavittem, fölraktam fülest, és úgy aludtam el, és szóval úgy maradtam két évig. Tehát ott az a flow, meg az a mondani való, az úgy nagyon elvitt. Aztán utána a Death Dillinger, a, a Doppard Gangster, az fúj de nagy flow. A J.O. Feloni, az egy ilyen igazi bandarc, egy ilyen állat, tehát azt is nagyon szerettem. Meg szerettem a mai napig, azt éle mondjuk. De hát már... az ilyen óramérgezésben meg szoktak állni egyenketten. Csólikám. De a B.I.G., tehát több, a nagyokat, azokat persze fölfaltam én is de én ezekből gyúrtam így össze a stílemet szerintem. Mert egyik az ilyen, egyik elemem az erre hasonlít, a másik az azért van, mert rajtuk nőttem föl. Tehát nekem, a, ami kijön flow, vagy kijön ritmika, az általában így ez az alapja. Ez az alapja. Egyébként mindenkinek találcsolom, hogy a Grandmaster Flashből merítkezzen, meg gyakoroljon, mert akkor még nem volt ugye technológia, nem volt technika, tehát a egybe fel kellett tolni, és hallgassátok meg, mit tolnak tehát ott a step mit össze, és uh, azt egy levegővel, hiba nélkül, dur, de és ez fölment. És uh, itt most, amikor meg lejönnek a, ezek a tüdőbetegek a stúdióba, és akkor két soromként rögzítünk meg Vágdasomit a szabó műveibe, akkor kimennek és föltöltik a youtube és akkor a hát, tehát ez, ez, ez nem az. Ez, ez valami más. Ez egy ilyen lebutított, leegyszerűsített valami, hogy mindenki csinálhassa. Ez nem tudom, kinek a felelősséged a kurva anyádat. Tehát ez biztos. Ezt vissza kell, ezt vissza kell hozni a rendet. Azért, mert a katonaság is elférne már nem. De most úgy őszintén nem ráfér -e mostani a mostani fiatalokra, nézzél már ki de nem tudod, hogy melyik a fiú, melyik a lány, vagy fordítva. Ez szóval kiderül, hogy egyik se. Hermafrodita, vagy mit több bajotok van nektek. Érted? És saját súlyos edzésben megdöglötök, de lementek az edzőterembe, az meg. Te nem ezeket a baj fiatalokat. Tisztelem, szeretek minden olyan dolgot, ami azért van, hogy, hogy vagy olyan embert, aki tesz magára, ami azért, azért csinál olyan dolgokat, hogy saját magát kicsit előbbre vigye, vagy egerősítje de ezt egyre kevesebbet látok. is. Ez a műfaj egyébként meg megkövetelni a, a, a a vért, a gerincet, hogy nem adjuk el egymást pénzért, nem adjuk el egymást szarért, hogy ér, nem váltjuk a pénzre a hanem hogyha kell, akkor kiváljuk a helyünket. Mert a nagyok így csinálják. Nem kell minden héten jelen lenni, mert unalmas. Hm? És egyszerűen itt rendet kell tenni. Tehát a következő dolog, ha egy amely csibész is egy szó volt, mennyiben érzed másnak a mostani Budapest életet, éjszaka életet, mint annó, amikor te voltál még, úgymond nagyon fiatalka, és zsa, zsa volt a city Már most azért vadabb, szerintem. Tehát attól keményebb, hogy sokkal vadabb. Eltökéltebbek a, a, az emberek. Meg régen az hogy volt, nem volt nagyon sok lehetőség, tudod ott egy az egybe mentek a dolgok, nem, mint hogyha most nem mennének egymásnak, ahogy látom ezeket a... Én ezekből tudom egyébként most nagyon, amiket csinálnak el videókat, és akkor egymásra kiabálnak meg, utána meg hallok vissza híreket, hogy mi történt. És ennek én soha nem voltam úgy a híve, tudod. Tehát ha nem lehet valamit megbeszélni, akkor annak már úgy is káó, azt, hogyha most összemennek, abból most mi lesz, tehát az nem az a megoldás. Meg általában én mindig az eszemmel dolgoztam, tehát engem ezért szerettek a csibészek, és hanem nem nem kellett. Akik meg régen voltak, tudod, azok hogy máshogy voltak bekötve. Más világ volt, más rezgése volt mindennek. Egyszerűen más volt az érték, ezért másmilyen világrend volt, másmilyen volt a te világ képed is. Másmilyen szűrőm keresztül néztem a dolgokat, és most pedig fel, nem, nem is az, hogy ebben a felhívult világban ahhoz, hogy ezt fog csinálni, kőkeménynek kell lenni. Tehát itt el kell tiporni a másikat, itt nincs megalkuvás, itt nincs, nincs pan, nincs csak így falból. Tehát itt a pénz dominál most nagyon. Tehát egyszerűen azt látom, hogy azért eladják egymást az emberek, elárulják egymást az emberek. Az a régi fajta csibészbecset, amire mi hivatkozunk, az itt teljesen eltűnőben látszódik. Ja, nekünk még az fontos. De Igen, és azért az fontos, mert uh, volt egy korszak, ami a Csibészbecsületre épült, tehát uh, 40-50 évről beszélünk, ami megalapozta a tartást a, 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 az utca népének, de ezt most így mondom, mert a, a Csibészbecsület régen az adott szó, az adott szó volt. Az, fontos, az adott szónak az, az értéke is súlya, amikor valakinek nem kell mindenféle bizonyítékot a másik elé tenni, hanem ez sem ez így lesz, akkor tudja, na, akkor az biztos, hogy úgy lesz, akkor az úgy megy haza, hogy tudja, hogy az biztos. És nem csalatkozik az ember a másikba, és régen erre, erre komoly dolgok épültek. Ezekből lettek nagy cégek, nagy, nagy, emberek, nagy családok, nagy tettek, és ezért is vonultam én egy picit vissza, mert én kerestem ezt, tehát hogy, hogy hol vannak azok az arcok, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint én és hát rájöttem, hogy azok nem az utcán vannak, meg nem az éjszakában, meg nem a, hát nem a, a zenei világban, hanem egy egész más ö, helyen kell őket keresni, és más dolgokat kell csinálnod ahhoz, hogy, hogy eljuss hozzájuk, ahhoz pedig, hogy más dolgokat csinálj, teljesen meg kell változtatni az életedet. A hangos életből, ami az utca, az éjszaka, vagy a, hát az én esetemben az éjszaka az annyira lemmel, én mindig tehát nem, két gyereket sárnap a kérem. Azért az igen, te is, te is pár ezt hát, azt. hát az, 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 még a gyerekeim születése előtt volt, mert volt közben is, de azok más történetek. Én, én ahhoz másfél életet kell élni, ez a lényeg. Hát a, ahhoz kell az igazi erő. Hát az, az az igazi Zora ki aki szerintem, aki akkor fúj visszavonult, amikor legjobban mennie kellene, azért, mert tudja, most megáll, tízszer nagyobbat lép előre. Ez így furcsa így megérteni, vagy furcsa lehet, de ez az én, én, úgy játszom, a, úgy azért, hogy a mint egy sok táblát játsznám. és egy régi orosz professzortól tanultam meg sakkozni, és nekem ő tanította, hogy az élet is ilyen. Tehát, hogy mindent hat lépéssel előre megtervezek, azt is, hogy most itt ülök, az se élete az, amiket mondom. Hát remélem, hogy ezért szarviszonyban vagyunk. <laughs> <így azért jövőben. gül> és, és Okosan, tudatosan kell. És ezért úsztam én meg mindig mindent egyébként, meg ezért jutottam el oda, ahol eljutottam, tehát csak kijutottam az utcáról, csak le tudtam magamról most ezt a gangster dolgot, dolgot. Ez, ez, ez egy degradáló Igen. dolog volt, mert ha belegondolsz, hogy mit jelentett akkor, hogy azzal lemezeket tudtunk eladni. Tehát két hét alatt eladtunk 50 ezer CD-t ezzel. Okay. Ha most kimondod ezt, gangster rapper, akkor már mindenki mosolyog. Régen ezt nem tetted meg. Na, ennyi a különbség a két között. Ezt nem tetted meg, mert aki mit tudom én, szerelmes dalokat énekel, vagy csinál, vagy bulizós dalokat, az is bőven a következő klipjébe hozza a gangster stílt. De az csak egy fűszer, tehát az egyébként nekünk, fogyasztóknak, nézőknek sem kell ezt annyira komolyan venni, hogy most mit tudom én, valamelyik egyik nap egy csajtóta, a videóban két hét múlva meg előjön, hogy lövöldözik, vagy mit tudom én, elütt valakit egy traktóra. Tök mindegy, ezek ilyen elemek, amiket ő fölvonultat azért, hogy, hogy kihozza, hogy éles legyen. Mi van, gó, de szeret ki? Itt van ez is, mekkora fejem. ezek, ezek ilyen, ilyen fűszerek, ilyen kamu elemek, amivel így földobják a sót nem kell őket annyira komolyan venni, komoly dolgokat, azokat még úgy is felismered, azokat kell. Azokat már nem reklámozzák, tessen a Patek Filipszék nem csinál tévé csak el a szart. A kázió meg tolja orba magát, nem? Ennyi. Kérem, kapcsolja ki. Jó. Kérem majd a izért ajándékot Svájcból. <gül> <gül> Na hozzá nekem, nekünk, nekünk is tudod, valami jó. Jó lesz. Egy nagyon faszba a vagyunk túl Tysonnal, aki visszarepültünk a múltba, a múltba, a jelenbe, és érintettük a jövőt is, úgyhogy ezt köszönöm neked ezt az élményt. Köszönöm. És nem maradt már hátra, hogy milyen utolsó gondolatokat adsz el közösségének. Hát becsüljétek meg magatokat, írjatok, reptejetek, nem foglalkozzatok tróger kutyákkal, ne vegyetek fel mindent magatokra, meg nem kell mindent megkajálni, csak azért, mert mosolyog meg a rajnbóval. Úgyhogy Figyeljetek oda magatokra, szedjétek a pénzt, tudjátok, hol a